munkaviszonyokra készülnek, elégedetlenek a béreikkel a rendőrök és a belügyminisztériumi alkalmazottak. Kanyaró járvány, már Magyarországon is készültség van, Romániában pedig továbbra sincs elegendő oltóanyag. Akadózhat a gondozás, munkahelyek szűntek meg a szociális szervezeteknél a támogatások csökkentése miatt. Köszöntöm Önöket a Híradóban! Hangsúlyosan szerepel a romániai magyar kisebbség helyzete az Egyesült Államok Külügyminisztériumának emberi jogokra vonatkozó legújabb országjelentésében. A dokumentum beszámol a közösségi szimbólumok és jelképek tiltásáról, a Mikó ügyről, az elkobzott javak visszaszolgáltatásának helyzetéről, a székelyföld ellenességről, az anyanyelv használat korlátozásáról és a román nyelv anyanyelvként való oktatásának problémájáról. Amerika ma jobban átlátja a romániai magyar közösség helyzetét, ez pedig a Romániai Magyar Demokrata Szövetség erőfeszítéseinek eredménye, írja a jelentéssel kapcsolatos állásfoglalásában az RMDS. Kelemen Hunor szövetségi elnök szerint Amerika részéről eljött a tettek a politikai cselekvés ideje. Az RMDS leszögezi a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Liceum ügyében észlelt visszaélésekről is tájékoztatják az Amerikai Egyesült Államok nagykövetét, akit arra kérnek, hogy álljon az igazság oldalára. Megkezdte az egyeztetéseket a szakszervezetek képviselőivel a Munkaügyi Minisztérium a tervezett egységes bérezési törvény kapcsán. Ma a rendőrök és a szerződéses belügyminisztériumi alkalmazottak szakszervezetei vettek részt a tárgyalásokon. Az egyeztetések zárt ajtók mögött zajlottak, a sajtót még az épületbe sem engedték be a tárgyalások idejére. Az egyezkedések végén a rendőrszakszervezetek képviselői elégedetlennek mutatkoztak az eredménnyel, és utcai tiltakozó megmozdulásokat helyeztek kilátásba. Dumitru Karna szakszervezeti elnök elmondta, hogy elsősorban a pótlékok mértéke miatt elégedetlenek. Ezeket ugyanis továbbra is a 2007-es minimálbérhez viszonyítva kapják. A forró gesztenyét jelenleg az egyes számú kormányrendelet képezi. Jelenleg nincs egységes nézőpont, ami a minimálbér 1450 lei alkalmazását illeti. A vita ezen zajlik. Mindenki szeretne egy egységes fizetési törvényt, de senki nem akarja a belügyminisztériumban legalábbis alkalmazni az 1450 lejes minimálbért. A szakszervezeti elnök elmondta, ha nem jutnak közös nevezőre, március végén több mint 10 000 rendőr fog tiltakozásul a belügyminisztérium és a kormány épülete között felvonulni. Lia Olguca Vasilescu munkaügyi miniszter korában olyan bejelentést tett, hogy a 4 000 lei alatti közalkalmazotti fizetéseket meg fogják duplázni az új egységes bérezési törvénnyel. A parlamenti munka átláthatóbbá tételét szorgalmazza az a javaslatcsomag, amelyet a Románia Megmentéséért Szövetség dolgozott ki, és mutatott be ma a sajtónak. Az uszéri politikusai pozitív nemzetközi példákat is ismertettek. A parlamenti munka követhetőbbi tétele az egész társadalom érdeke, vélik az uszeri képviselői és szenátorai. Szerintük lehetővé kell tenni mindenki számára, akit érdekel a döntéshozás mechanizmusa, hogy részt vegyen a folyamatban. Jelenleg például a parlamenti bizottságok munkája a nyilvánosságtól teljesen elzártan zajlik, holott szerintük itt születnek a legfontosabb döntések. Ám nem csak ezt kifogásolják, hanem azt is, hogy akadozik az információ áramlása. A jogszabályokhoz benyújtott módosítási javaslatok néha alapvetően változtatják meg a tervezetet, ám ezekről maguk a döntéshozók is csak késve szereznek tudomást. Soha nem ismertek, vagy csak ritkán ismertek előtte a módosító javaslatok, csak a gyűlés után szerzünk ezekről tudomást. Problémás a gyűlések rögzítése, átírása, a jelenlét, a szavazatok követése. Továbbá a bizottsági ülésekben történtek követéséhez nagyon fontos az a formátum, ahogy a dokumentumokat nyilvánosságra hozzák. Jelenleg többnyire befénymásolt PDF formájú fájlok, amelyekben nem lehet keresőprogramokkal megtalálni kulcsszavakat. A parlamenti munka átláthatóvá tételét szorgalmazó jogszabálycsomagot az uszéri a héten nyújtja be a parlamentbe. Erélyesebben lép fel az Oktatási Minisztérium a Marosvásárhelyi Katolikus Gimnázium ügyében, miután a gyulafehérvári római katolikus érsekség levélben sürgette erre a minisztériumot. Király András államtitkár közölte, hogy a tanügyminisztérium felszólítja a Marosvásárhelyi polgármesteri hivatalt, hívjon össze újabb tanácsülést, ezen pedig fogadják el a katolikus gimnáziumot is magába foglaló iskolahálózati tervet. Ha ez megtörténik, akkor elkezdődhetnek a beiratkozások a tanintézménybe, a ciklus
kezdő osztályokba is, állítja az államtitkár. Tombol a kanyaró Romániában, de rohamosan fogy az oltóanyag is. A betegség terjedése miatt már a magyar állam is aggódik. 3100 fölé emelkedett a regisztrált kanyarós megbetegedések száma Romániában, 16 haláleset is volt. Az országban 36 megyéből jelentettek kanyarós megbetegedést, a legtöbbet Krassó-Szörény, Arad és Temes megyéből. A betegség annyira terjedt, hogy a Magyarországi Országos Tisztifőorvosi Hivatal elrendelte a járványügyi felügyelet megerősítését. Továbbá azokat az egészségügyi dolgozókat, akik 1969 és 1989 között születtek, és akik oltási dokumentációval nem tudják igazolni az oltás meglétét, a Romániával határos megyékben MMR oltásban kell részesíteni. Maros megyében is kanyaró járvány van, csak hogy a közegészségügyi igazgatóság továbbra sem kapta meg a korábban megígért oltóanyagot. Nem érkezett meg a szükséges adag oltóanyag. Jelenleg még 1600 adag maradt abból, amit korábban kiosztottunk. Idén január 1-től 56 kanyarós esetet jegyeztünk. Várjuk az oltóanyagokat, hiszen mi még tavaly novemberben kértünk 13500 adagot. A helyzetet súlyosbítja, hogy néhány családorvosi rendelőben is elfogyott az oltóanyag. Finna Judit azt mondja, utoljára decemberben kapott oltóanyagot, de akkor sem a szükséges mennyiséget, azóta a készlet teljesen kiürült. Egyszerűen nincs mivel beoltanunk. Régebb a szülők megvásárolhatták a kanyaroltást, és nagyon sokan megvásárolták évekkel ezelőtt ugyanezt a amúgy jó minőségű oltóanyagot, amit most kellene biztosítaniuk az egészségügyi igazgatóságnak, ellenben most nem kapható. Arra, hogy mikor érkezik meg a szükséges adag oltóanyag, a szaktárca részéről egyelőre semmiféle biztató válasz nem érkezett. Érdemi magyarázat nélkül drámaian csökkentette februártól a szociális szervezetek támogatását a Munkaügyi Minisztérium. Bár a támogatási keretet azóta részben megemelték, az előző rendeletnek több ezer érintettje is messze menő negatív következménye van. A 88 éves Orbán Erzsébet közel egy éve szorul otthoni beteg gondozásra. Ez a szolgáltatás válsághelyzetbe került a februári támogatás kiesés miatt. Egyes szociális szervezeteknél például munkahelyek szűntek meg. Az első legfájóbb következmény, hogy 3 alkalmazottunk eltávozott emiatt, a bizonytalanság miatt, és semmiképpen nem vett jó fényt az alapítványra, illetve a gondozottakban rossz érzést kelt az, hogy változik például az, aki hozzájuk ki fog járni, mert még mindig optimistán nézünk a dolgok elé, és reméljük, hogy az önkormányzatok is segítenek ebből a gondból. A támogatás megvonás bizonyos szolgáltatások teljes megszűnését is eredményezheti. A maximális 90 pontból 80 pontot ért el az értékelésen a nappali foglalkoztatónk, ennek ellenére nem támogatták februárra, és sajnos a rossz hír az, hogy márciustól decemberig szintén nem fog támogatásban részesülni, 130 idős ember jár be rendszeresen a nappali foglalkoztatónkba. A Caritasnál ugyanakkor ez csak egy az érintett területek közül. Az otthoni beteggondozás területén például 300 munkatárs és 8000 beteg került közvetlenül veszélybe erdélyszerte, mondta el dr. Márton András, igazgató. Ez a tevékenység egyértelműen válságba került februárban. Jelenleg úgy állunk, hogy kb. 30%-ával kevesebbet adnak, mint amennyit eredetileg megítéltek. A többi tevékenységeinknél egy olyan 12%-os visszaesés van a megítélt összeghez képest, összervezeti szinten 20%. A szociális szervezetek szolgáltatásait a viszonylagos támogatás emelés mellett a helyi és megyei önkormányzatok segíthetik ki. Ezt azonban előbb támogatniuk kell a döntéshozóknak az éves költségvetésről való szavazáskor. Támogatások és szerencsés tulajdonos, nézzük, mi lesz még a folytatásban. Testvértelepülések, erdélyi és magyarországi települések közötti kapcsolatok ápolására lehet pályázni a Bethlen Gábor alapnál. Becsületes megtaláló, pénzzel és iratokkal teli pénztárcát adtak vissza tulajdonosának Marosvásárhelyen. Kiegyenlítették a Maros megyei közigazgatási egységek költségvetését. A helyi önkormányzatoknak közel 39 millió lejt utal ki Maros megye tanácsa.
A Maros megyei tanács rendkívüli ülésén a megye közigazgatási egységeinek költségvetését egyenlítették ki, de kiutalták a hozzáadott értékadóból és jövedelemadóból visszaosztott összegeket is. Ezeket a pénzeket a megyei, illetve községi utak javítására kell fordítani, nyilatkozta iradónknak Péter Ferenc. Ez a leosztás természetesen mind a 102 közigazgatási egységnek szól. Van egy bizonyos összeg, amelyet az utalapból osztunk szét a települések között, és ugyanakkor egy másik összeg, ami a költségvetésnek az a része, amelyet a települések közt kell szétosztani. Ezt egy megfelelő képlet alapján természetesen, hogy milyen szolgáltatásokat végez a település, hány településből áll az a község, annak alapján különböző összegeket kapnak ezek a helységek. A helyi önkormányzatok a kiutalt összegeket a működési költségekből adódó hátrálékok kifizetésére, hitelek törlesztésére, valamint uniós pályázatok önrészének fedezésére használják. A költségvetés kiegészítésből legtöbbet, azaz 823 ezer lejt szóval 805 ezer lejt Nyárádszereda és 706 ezer lejt Erdőszentgyörgy kap. A megyei és községi utak javítására és karbantartására közel 10,5 millió lejt utaltak ki. 5 ezer lejt kap például Maroskeresztúr, Ákosfalva és Vámosgálfalva, míg Székelyberének 40 ezer, Magfalvának 35 ezer lejt utalnak ki. Magyar testvértelepülések részére írt ki pályázatokat a Bethlen Gábor alap. Tavaly 450 testvérkapcsolat részesült az akkor 150 millió támogatásból, az idén 200 millióra pályázhatnak az önkormányzatok. Budapesten a Magyarság házában Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár ismertette a pályázatokat. Elsősorban a magyar-magyar kapcsolatrendszert akarjuk erősíteni az önkormányzatokon keresztül. Magyar gesztor önkormányzat pályázhat, és nyilván arra számítunk, hogy minél több határon túli önkormányzatot, az önkormányzatokon keresztül pedig egyéb más egyházi és civil szervezeteket tudnak bevonni. Bár csak magyarországi település pályázhat, az erdélyi települések is érdekeltek ebben. Mezőpanit, a hozzátartozó településeket is beleértve több magyarországi településsel is testvérkapcsolatban áll. A Maros megyei község polgármestere azt mondja, céljuk minél több rendezvény szervezése. Mi fel is vettük velük a kapcsolatot, és javaslatot tettünk arra, hogy augusztus első hétvégén, amikor tervezzük a mezőpaniti falunapokat, akkor olyan közös rendezvényt, találkozót, konferenciát szervezzünk, amely nem csak a testvértelepülések közötti kapcsolatot erősíti, hanem olyan aktuális témákról beszélünk, és olyan eszmecserét folytassunk, amely által a mi közösségünk is erősödik. Egy testvérkapcsolat legtöbb 2,5 millió forintra pályázhat a Bethlen Gábor alapnál. 10 éves Sógor Csaba gyakornoki programja. Az európai parlamenti képviselő egy évtized alatt 112 diáknak adott lehetőséget arra, hogy jobban megismerje a brüsszeli munkát. Kolozsváron találkoztak Sógor Csaba európai parlamenti képviselő gyakornokai. A képzéssel és szakmai beszélgetéssel egybekötött ünneplésnek nem csak a gyakornoki program 10 éves évfordulója, hanem a 10 éves román EU-tagság is apropót adott. A 10 év folyam személyesen is megismerkedhet. Persze túl az ismerkedésen és a kapcsolati tőkén, ami nagyon fontos, itt nagyon izgalmas kérdések hangzanak el, és válaszok is. Brexit, Európa jövője, populizmus, visegrádiak, keleti partnerség, világgazdasági problémái. Érdekes interaktív előadást tartott Polnár Gergely, az Európai Parlament volt munkatársa, aki jelenleg egy ismert brit bank európai kapcsolatokért felelős osztályának vezetője Londonban. A szakember a Brexittel kapcsolatos brit álláspontot és az Egyesült Királyság kilépése után várható folyamatokat is vázolta. A brit import és export kb. 50%-a az Európai Unióval bonyolódik a mai napig. Az Európai Uniónak kb. 10%-a, a kereskedelmének 10%-a bonyolódik a britekkel. Tehát, hogyha bedől, ha visszamegyünk a lehető legnegatívabb helyzetre, akkor a közgazdasági alapelvek azt mondják, hogy a briteket ez sokkal érzékenyebben fogja érinteni. A résztvevők ugyanakkor hasznos tanácsokat kaptak a nemzetközi szintű lobbizáshoz Komlósi Józseftől, az Európa Tanács szakértőjétől. Emellett pedig szakmai beszélgetés is volt, amelyből nem maradtak ki a kisebbségvédelmi kérdések sem. A gyakornoki program résztvevői egyöntetűen jelezték, igény van arra, hogy a hasonló találkozókat rendszeressé tegyék.
Az iskola elhagyók aránya a hátrányos helyzetű családokból származó gyerekek esetében a legmagasabb. Sokakat közülük nem küldenek óvodába, de több olyan falu is van, ahol nincs megfelelő óvodaépület. A szociális szervezetek Románia szerte hadat üzentek ennek a jelenségnek. A Désfalvi óvodaépület egy részét civil szervezetek támogatásával építették fel, a másik felét az önkormányzat újítatta fel. Így valósulhatott meg, hogy a településen élő gyerekek korszerű óvodába járhatnak. Korek Mária szerint Erdélyben számos településen lenne szükség ilyen beruházásra, közösségi összefogásra. Nagyon sok helyen még az is probléma, ugye, hogy itt is volt, hogy nincs is hely a gyerekek számára az óvodába. Tehát ezért itt építkeztünk is, mert erre is szükség volt. Tehát ez összetett dolog. Van egy része, hogy a családok esetleg nem küldik a gyereket, de van úgy, hogy küldenék, van a projektben olyan közösség, ahol több száz gyerek van, és több mint száznak nem is volt hely, hogy hova járjon. Nem csak az óvoda épülete újult meg, illetve bővült ki. A programok is sokkal gazdagabbak. A szülők hétről hétre összegyűlnek ebben a teremben, és meséskönyveket kapnak, amelyeket hazavisznek az otthoni foglalkozásokhoz, beszélgetésekhez. Az együttlétnek ugyanakkor közösségépítő szerepe is van. Szabó Ildikó óvónő mintegy 10 éve dolgozik a faluban. Ő azt mondja, az ilyen találkozások azért fontosak, mert a gyerekeknek nincs lehetőségük az otthoni tanulásra. Nagyon hátrányos helyzetű családokból származnak, lehetőségük nincs otthon, tehát minden összes családnál voltam látogatóban, meglátogattam a gyerekeket, és ők azzal maradnak, amit itt megtanulunk, amit itt csinálunk, ők ezt otthon nem folytatják sajnos. Szakértők szerint a későbbi iskola elhagyásnak az egyik okozója a korai oktatásból való kimaradás, hiszen ebben az esetben a gyerekek már iskolakezdéskor jelentős lemaradásra tesznek szert, amit a későbbiekben nagyon nehéz behozni. Romániában az elmúlt években az iskola elhagyás aránya 20%-os volt. Elveszett Marosvásárhelyen egy pénzzel, bankkártyákkal és hivatalos iratokkal teli pénztárca, a kárvallott szerencséjére akadt is becsületes megtalálója. A marosvásárhelyi helyi rendőrsége múlt hétvégén jelentette, egy férfi, hogy elvesztette a pénztárcáját, de néhány nappal később egy másik férfi meg is érkezett a kárvallott tulajdonával. A hatóságiak jegyzőkönyvbe vették a megtalált pénztárcát, és fényképet is készítettek a tartalmáról. Magyarorsi László úr behozott egy pénztárcát, amelyben volt 4-5 bankkártya, egy személyazonossági igazolvány, egészségbiztosítási kártya, forgalmi engedély és gépjárművezetői jogosítvány, és kevéssel több mint 400 lej, amely egy szászrégeni tervező tulajdona. A kárvallott szászregeni lakos ma délelőtt ment be a rendőrség székhelyére, hogy átvegye a pénztárcáját. Híradónknak azt mondta, örömmel tölti be, hogy vannak még becsületes állampolgárok. Nagyon örvettem, hogy mégis megvan ez a pénztárca, és hogy a vásárhelyi lakosok ilyen jók is visszaadják, vagyis úgy, ahogy megkapták ezt a pénztárcát, úgy adták vissza. Az év eleje óta egyébként a marosvásárhelyi lakosok és a helyi rendőrök 5 személynek szolgáltatták vissza elhagyott pénztárcáját, övtáskáját vagy kézitáskáját. Futball, jégkorong és kosárlabda sporthírekkel folytatjuk. Befejeződött a labdarúgó első liga alapszakasza, kialakult a felső és az alsóház mezőnye. A kolozsvári CFR hazai pályán 1-0-ra megnyerte a találkozóját a listavezető konstancai Vítorul ellen. Ezzel biztosította a helyét a legjobb 6 között, annak ellenére, hogy 6 büntetőpontot cipelt magával a bajnokság kezdete óta. Az utolsó forduló meglepetése, hogy a bukaresti Steaua csak 1-1-re végzett a sereghajtó marosvásárhelyi SZIA-val vívott mérkőzésen. A marosvásárhelyi csapatnak egyébként ez volt az első gólja a tavaszi idényben. Miután az alapszakaszban szerzett pontokat megfelezték, a folytatásban szerzett pontok gyakorlatilag kétszer annyit érnek, így a CFR-nek van esélye a bajnoki címre, az SZIA-nak pedig a kiesés elkerülésére.
Véget ért a belföldi jégkorong bajnokság alapszakasza. A hétvégi mérkőzések eredményei már nem változtathattak a sorrenden, így meglepetés is született. A Sztyáván 8-6-ra nyert a listavezető brassói Korona ellen. Csíkszered a 3-4-re kikapott Galactól, míg a gyergyószentmiklósi Progim kétszer is nyert a Sportul Studencészk ellen. Az elődöntő sorozatok holnap kezdődnek, Csíkszered a Progimot fogadja, míg Brassóban Galac lesz a vendég. A védelemben nyújtott második félidei teljesítményének köszönhetően a Maros Kosárlabda Klub megnyerte az első mérkőzését a Férfi Kosárlabda Országos Bajnokság középszakaszában. A Krajova elleni mérkőzés 85-77-es hazai sikerrel zárult. A győzelem ellenére a marosvásárhelyi kispad nem volt maradéktalanul elégedett a csapat játékával, különösen az első félidei teljesítménnyel, amikor a vendégek jutottak vezetéshez. Később sem ment úgy a támadó játék, ahogy szerették volna, de a feljavult védekezésbe biztosította a sikert, vélte Szász Gáspár Barnabás. A vezetőedző hangsúlyozta, azért harcolnak a rájátszásba jutásért, hogy majd ismét a dobogós helyért játszhassanak. Mondhatnánk, hogy 90%-ban a playoff az megvan, de normális, hogy tovább kell játszódjunk, és a mérkőzésre, minél jobban és minél több játékost formába hozzunk, hogy a playoffra legyünk tényleg 100%-osan felkészülve, és tényleg tudjunk megbirkózni a nagy csapatokkal is. A vendégek vezetőedzője Alexander Vukšanović úgy vélte, a marosvásárhelyi csapat jelenleg túl nagy falat a krajovai keret számára, sokkal erősebb együttes, mint ahogy a rangsorban jelenleg elfoglalt pozíciója mutatná. Tudtuk azt, legalábbis ez az én véleményem, hogy a Maros KK-nak nem ebben az alacsonyabb értékcsoportban van a helye, de a körülmények így hozták, itt vannak, és tudtuk, hogy nagy előnyük van velünk szemben. Nyomás nélkül játszhatnak, hiszen már megszerezték a rájátszásban a 7. helyet. A marosvásárhelyi csapat egyik legszolidabb teljesítményét Ernest Calvi nyújtotta. A lett erőcsatár 19 pontot és 5 lepattanót szerzett, mérkőzésről mérkőzésre javuló formát mutat, mondhatni a csapattal együtt. A Románia kupa után, mintha jobban együtt lennénk, jobb az összjáték, jobban megbízunk egymásban, és ez a torna adott nekünk valamit. Hogy is nevezzem? Önbizalmat. A legfontosabb, hogy több önbizalmat adott. A Maros KK legközelebb vasárnap Galacon lép pályára. Ez volt a Híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra. Jelentést támogatta a Madarasi Hargita Síközpont, a székely síparadicsom.